Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megtekintjük az aktuális energiamezőt. Először is kitérnék ezekre a drága kövekre, mégpedig ez a fekete ónix. Mi ennek a jelentése? Lefordítva a körmöt jelenti, és mint gyógyító kő, segít olyan megbetegedéseknél, ami a körmünket illeti. Ha be van gyulladva például, akkor áztathatod a körmödet, és a vízbe tedd bele ezt az ónix követ. Azon kívül segít a szembetegségeknél is. Az ősi kultúráknál ónix az egy amulett volt, és úgy magyarázták el, hogy ennek van egy mágikus kisugárzása. Itt megvolt a mágikus vonzalom a szerelmi élet területén, vagy ami az elképzeléseket illeti, akkor megvolt itt ez a vonzalom, mindaz, amit ők elképzeltek, az megvalósult, hiszen hittek ennek a kőnek a mágikus energiájában. Ónix az kapcsolatban áll a bolygókkal, a csillagképekkel, különösen ami a Szkorpión jegyét és Plutó bolygót illeti. Ha halálesetről van szó, és utána ott van a bánat, a szomorúság, ez az időszak, akkor ónix segít abban ezt az időszakot könnyebben elviselni. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt a képen láthatóak az érmék. Ezek utalnak anyagiakra, a munkára, de mindarra, ami értékesnek tűnik. Hiszen látható, hogy ez a férfi mindent fogva tart, és nem mozdul. Pedig ott van, alatta ott ül a kincses ládán, és abban vannak a valódi értékek. De erre ő még nem jött rá, hanem megpróbál még valamit fogva tartani, olyan sértődöttnek látszik, és nincs itt mozgás, nem mennek előre a dolgok. Holott az lenne fontos, hogy elengedje ezeket az érméket, hogy ki tudja nyitni a kincses ládát. Mivel nincs közeledés, nem beszél a terveiről, olyan, mintha megsértődött volna, így nálad ez a helyzet, hogy bizonytalan vagy. Nem tudod azt, hogy milyen döntéseket fog ő hozni. Az is lehet, hogy nálad is ez a helyzet, nehéz most döntéseket hozni, de figyelj befele, csukd be a szemed, meditálj, képzeld el azt, hogyan szeretnél változtatni bizonyos dolgokon, és ha kinyitod a szemed, akkor minden úgy könnyebb lesz, hiszen akkor tudod, hogy melyik irányba kell mozgatni az eseményeket. Ez nem csak ráthat ki, hanem rá is, hiszen mindketten irányítjátok ezt a lovas kocsit, vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba, de ez akkor utal mozgásra, utal változásokra, az a fontos, hogy legyen egy konkrét irány. És ez itt látható, ezen a képen, és ez mutatja a tűz elemét, a lelkesedéseket, tehát lesz itt változás, lezárul valami a múltból, lesznek konkrét célok, beszélgetések, és kezetekbe veszitek itt a dolgokat, ami következik, az lelkesíteni fog benneteket. Ez a férfi megjelenik itt, mint egy király, és te, mint egy nő vagy, itt az uralkodó nő. Itt meg lesz a megbecsülés, hiszen ez az arany érem, az nem csak az anyagiakat jelenti, hanem azt is, hogy te értékes vagy számára. És itt vagy te az uralkodónő, uralkodsz a gondolataid felett,
uralkodsz az érzelmeid felett, uralkodsz a helyzet felett, és ez a férfi úgy tekint rád, mint egy uralkodónő. Megkapod az elismerést, a megbecsülést. Nem kell bizonytalannak lenni, mert ő változtat valamit a helyzeten. És a jövő itt látható, a napsugár, itt megvan a kisugárzás, a vonzalom kettőtök között, és ez a gyermek utalhat ugyan gyermekekre is, de szimbolizál egy új kezdetet, és ez a fehér paripa előre viszi az eseményeket. Lesznek változások. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderám!